Nátrium-szulfát oldatot elektrolizálunk útcsőben grafit elektródok között. Az elektrolízis megkezdése előtt néhány csak univerzál indikátort adagoltam az oldathoz. 9 voltos egyenfeszültséggel megindítjuk az elektrolízist. Mindkét elektród környezetében gázfejlődés, azaz buborék képződés tapasztalható. A katód körül az univerzál indikátor lilás-kék színnel dugos kémhatást, míg az anód körül az univerzál indikátor piros színnel savas kémhatást jelez. A nátrium-szulfát oldatba nátrium-ionok és szulfát-ionok mellett vízmolekulák találhatók. A katódra a nátrium-ionok, az anódra a szulfát-ionok vándorolnak. Egyik elektródon sem az adott ionokkal történik változás, mindkét elektródon a vízmolekula átalakulását figyelhetjük meg. A katódon adott körülmények között a vízmolekulák redukciójához kevesebb energia kell, mint a nátriumionéhoz. Ezért a katódon a vízmolekulák redukálódnak, és hidrogéngáz mellett hidroxidionok képződnek. A hidroxidionok okozta lúgos kémhatást az univerzál indikátor lilás-kék szín megjelenésével mutatja. Az anódon sem az összetett szulfátionok válnak le, hanem helyettük a víz oxidációja zajlik. Az anódon oxigéngáz mellett oxóniumionok mennek az oldatba, és a képződött oxóniumionok okozták a savas kémhatást, melyet az univerzál indikátor piros színnel jelzett. Annak kiderítésére, hogy az elem, melyik az elemnek melyik a pozitív, illetve negatív pólusa, nátrium-szulfát elektrolízisét fogjuk elvégezni, az előbb is már tettünk, de most mindezt egy szűrőpapírcsíkon. Annak kiderítésére, hogy melyik a pozitív és melyik a negatív pólus, a szűrőpapírcsíkra fenoftal indikátort csepegtetünk. Rányomjuk az elemet a nátrium-szulfát oldatra, és várunk. Néhány pillanat után jól érzékelhető a színváltozás. A fenoftal indikátor lugas kémhatást jelez, ez azt jelenti, hogy a lugas kémhatást jelzett rész lesz a katód, hiszen ott fejlődik hidrogéngáz, és melléktermékként a nátrium-szulfát elektrolízis során a katódon hidroxidionok képződtek, amelyet a fenoftal indikátor színváltozása jelez. Az anódon az oxigéngáz képződése mellett, amit nem látunk, oxóniumionok mennek az oldatba, amit a fenoftalen színváltozással nem tud jelezni, hiszen a fenoftalen átcsapási tartománya 8,2 és 10 pH között van, vagyis savas közegben, illetve még semleges közegben is a fenoftalen indikátor színtelen. Tehát, ahol a piros színeződést látjuk, az a katód, vagyis a pozitív pólus, vagy a negatív pólus. Oh.